Kassai Viktorral beszélgetett a Kávéházi Esték programsorozat keretében Schmidt Csaba polgármester a Jászai Mari Színház Népház kávézójában berendezett klubszínpadon, mintegy 50 fős közönség előtt. A nemzetközi labdarúgó játékvezető mesélt pályafutása kezdetéről, a futballpályán megért sikereiről és a jövővel kapcsolatos céljairól is. Schmidt Csaba kérdésére a játékvezetőtől megtudtuk, hogy 8 évesen kezdett futballozni Tatabányán, de hamar kiderült, hogy nem tartozik az élmezőnybe, így inkább a tanulás kapott kiemelt figyelmet. Később édesapja nyomdokaiba lépve Bicskén elvégezte a játékvezetői tanfolyamot, és elkezdődött a bírói karrierje. Ahogy a beszélgetés végén Kassai Viktor elmondta, manapság is inkább a pályán érzi otthon magát, nem egy kávéházi fotelben. Nem ez az én megszokott közegem, ez tény, hiszen én általában azért a futballpályán érzem magam otthonosan magamat. De hát pár perc után úgy gondolom, mindenkinek alkalmazkodni kell a közeghez és a lehetőségekhez. A játékvezetésben is ez nagyon fontos, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulatban beszélgethettünk. Remélem, hogy ez nem csak nekünk kettőnknek tetszett, hanem azért az érdeklődőknek is. Nagy öröm volt, azért volt iskolás és óvodás társammal is összefutottam most, meg volt egy játékvezető kolléga is, aki tiszteletét tette, úgyhogy örülök, hogy őket érdekelte, hogy mi van velem, úgyhogy jó volt most őket újra látni. Schmidt Csaba kiemelte, minden tatabányai büszke lehet Kassai Viktorra, és ezzel természetesen ő sincs másként. Könnyebb dolgom volt, mint Messinek meg Ronaldónak, mert én kérdezhettem, tehát kvázi én irányítottam, és nem a Kassai úr, aki a meccseket szokta irányítani más esetben. Nagy élmény volt, hiszen megtudhattuk, hogy milyen kihívásokkal kell egy bírónak megküzdenie, mire kell figyelnie. Azt gondolom, hogy nagy élmény volt mindenkinek, aki eljött ezen a mai estén, és hallgathatta ezt a beszélgetést, hiszen nekünk nincs meg az a lehetőségünk, hogy kifussunk egy Wembley stadionban a gyepre, és ott megnézzük, hogy milyen érzés az, amikor 60-70 ezer ember tombol. Azt gondolom, én ugyanolyan büszke vagyok Kassai Viktorra, mint amilyen büszke minden tatabányai arra, hogy innen tatabányáról az NB1-es, NB2-es, NB3-as, sőt a megyei meccsek után szépen szisztematikusan épeit kezdve fölépítette azt a tudást, amivel el tudott jutni arra a szintre, hogy a világ legjobb játékvezetője legyen. És én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas teljesítmény, ami mindannyiunk számára példát tud mutatni, hogy igenis innen tatabányáról is, aki komolyan gondolja és valamiben hisz, hogy ő képes ezt megcsinálni, azt végig is tudja vinni. A beszélgetésről hosszabb beszámolót láthatnak jövő heti Sport2 című magazinunkban.